Sziasztok! Lassan itt a szezon palánta nevelés ügyben. És hát ugye palánta nevelő lámpával én már sokfélét kipróbáltam. Volt is több videó a csatornám. Volt, talán onnan a legelején indult ez a kaland, volt egy ilyen E27-es foglalatba betekerhető lámpa, talán az a neve, hogy palánta nevelő átverés, vagy valami is van a címében. Már nem emlékszem, de ilyen 40 watt, vagy ilyesmi volt neki megadva, hogy hát akkor a teljesítmény is talán ilyen 9-10 wattnyi villamos energiafogyasztást mértünk, ami várható is volt, mert olyan gyalázatosan kevés fénye volt, hogy csak na. Aztán elkezdtem mindenfélét vásárolni. Először talán utána ez volt, amit vettem. Hát ez ahhoz képest egész nagy fényt adott, de ugye hát ez is azért egy műanyag darab, mindenféle színű fajta ledek vannak benne, de sejthető, hogy mivel komoly hűtése nincsen, mert mégiscsak egy műanyag, ezért hát több fénye volt annál a lámpánál, mint ami az a kamu lámpa volt, de hát azért eső se robban föl a galaxis. Várjatok csak! Meg is tudom mutatni, hogy esetleg nincs képben. Tehát ugye ez így világít. Tök jó egyébként. Egynek elmegy. Aztán volt ebből egy ilyen dupla példány. Ez már egész jó volt abból a szempontból. Ez egy felfüggesztő drót, amivel felakasztom őket. Volt egy ilyen dupla példány. Hát ez körülbelül így világít, de ugye ez is műanyag, tehát ez annyiból jobb, mint az előző, hogy ennek a hátlapja az legalább valami vékony lemezből van, tehát itt már egy picikét több disszipáció lehetséges. Hát aztán volt ez, ami ugye egy nagyon kis vékony alulemez, tehát oké, ez átad hőt, de hát azért a tápján is látszik, hogy ugye ez, mit tudom én, 48-200 volt, 250 milliamper, tehát nagyjából ilyen 10-valahány watt környékéről beszélünk villamos energia felhasználás szempontjából, és nagyjából ez fényben ezt is hozza, tehát van fénye, nem azt mondom, de nem, ez sem süti ki az agyadat. Viccesek egyébként, ezek mind Kínából lettek rendelve, viccesek egyébként, mert néha képesek ezek odaírni ilyen 3000 watt, meg 4000 watt, meg 7000 watt, ilyen elbaszott értékeket. Hát ilyeneket eleve nem is vásároltam. Tehát ez az, amikor így messziről feltűnik, hogy ordas kamu, amikor több ezer wattot odaírnak. Nem, tehát ugye több ezer wattnyi villamos energiához, hát az nagyon sok lumenfényt ad, az tény. Mert az a legszebb, amikor wattba adják meg a fényt, tehát olyan nincsen. Luxba, lumenbe, ilyenekben meg lehet adni a fényteljesítményt, meg fényáramot, de wattban nem. Szóval amikor odaírják, hogy 7000 watt, hát azért 7000 watt az azért szépen fogyaszt, ahhoz kell komoly tápegység, komoly hűtés, tehát felejtős. És akkor végül odáig fajult ez a történet, igazániból ezeket én használtam, tehát egyébként működnek, tehát a célnak megfelelnek, de azért nincs ez a hatalmas nagy fényük, tehát építettem egy sajátot, ami tulajdonképpen, hát látjátok, azért ez egy ordas hűtőborda. Erről is volt videó, ez a saját készítési palánta nevelő LED lámpa. Hát ez egy kiló alumínium, amiről beszélünk, és erre egy ilyen LED-et fölcsavarozva, ennek egyetlen egy baja van, na ez 50 watt. Tehát, hogy tisztázzuk, hogy mi az 50 watt. Ez 50 watt, oké, ez a LED, ez több energiát, több hőenergiát termel, mint ezek a lámpák, tehát ezek a ledek, ezek nem termelnek annyi hőenergiát, mint ez a fajta led, de tehát azért a nagyságrendekkel legyünk képbe, hogy ha ez 50 watt, és az a helyzet, hogy ez a hűtőborda, ez nem elég neki. Tehát ez a kilós hűtőborda, ez nem elég neki ennek a lednek. Na most akkor képzeljük el, amikor ilyenekre ráírnak több ezer wattokat. Ugyanis következővel a helyzet működik, de kéne egy ventilátor. Azt viszont zaj csinál, azt nem akartam, és emiatt tulajdonképpen ez túlmelegszik, és nagyjából egy szezon egy led. Egy szezont végig visz a történet, de utána ledet kell benne cserélni. Szerintem most utoljára ez úgy maradt, hogy ez kuka lett, de mindjárt meglátjátok. Na, tehát az, ennek van fénye, akkor még nem lett kuka, de lehet, hogy ha majd bemelegszik, akkor kapcsol ki. Tehát ennek azért van fénye, ez 50 watt, ez azért odavág rendesen, de hát egyrészt ezt hálilag kell megbarkácsolni, másrészt mondom, erre kéne egy ventilátor,
hogy fú, kisül a szemem, ez messze a legdurvább. Kéne egy ventilátor rá, mert ez így minden szezonban egy ledet cserélni kell. Tehát a szezon végén ez a történet elfárad. Na most ez az én lámpagyűjteményem, sőt az egyik kedves néző most küldött még karácsonyra még betekerhető forralatos égőt is, de hát a Revor megint írt nekem, hogy hát akkor lenne esetleg terméke, amit bemutatna, én meg megint kegyetlen voltam, és mondtam, hogy köszönöm szépen, de ez engem nem érint. Viszont láttam a weboldalon vannak palántanevelő lámpák, úgyhogy küldjetek palántanevelő lámpát, mert megnézném, ugyanis a weboldalon lévő szöveg az nagyon ígéretes volt. Tehát úgy voltam vele, hogy ez tetszik. Árban ezek azért nem azok, nem az az árkategória, mint ezek a vékony kis lószarok, tehát hogy ennél azért drágábbak. De azt mondták, hogy, hogy sokkal jobb is. Úgy voltam vele, akkor küldjetek tesztre egy ilyet. Hát én a 200 wattosat kértem, van ebből 150, 200, 300 watt. Link a videó alatt lesz, meg kuponkód is, ha valaki meg akarja majd venni a teszt végén. Még nem tudom, hogy fogom-e ajánlani, mert még nem mondottam ki. De ígéretes. Úgyhogy ma megjött a csomag, hát annyit csináltam vele, hogy belenéztem, ugyanis kurva nehéz. Úgy voltam vele, hogy most ezek teli töltötték pénzzel, vagy mitől ilyen nehéz ez. Úgyhogy idáig bontottam a csomagot, meg felhajtottam, bekukucskáltam a csomagolás alá, és hát jó kezdet. Tehát ez jó kezdet. Gyertek közelebb. Szóval bontsuk ki ezt a csomagot. Először is kapunk hozzá egy korrekt képkönyvet. Jó papírból, nem valami sajtpapír. Tehát, hogy már itt komolyan vették ezt a dolgot. És ugye ennek a teljesítménye szabályozható. Tehát van rajta egy tekerő, amivel lehet állítani a fényerőt. Úgyhogy én azt mondom, hogy már ez jól indul. Kapunk szép ábrákat, hogyan kell rögzíteni. Aztán, ha megnézzük az eddigiekhez kapott ilyen 0,1-es rögzítőket, hát itt már jóval komolyabb füleket kapunk, de kell is, mert a súlya is egészen más, mint az eddigiek. És én így belekukucskáltam, na, és hát szóval ez nem ugyanaz a kategóriának tűnik, mint a többi. De majd kiderül. Van itt egy csomagolás, és ezért is vagyok ennyire türelmetlen, mert idáig belenéztem, és ez nagyon ígéretesnek tűnt, úgyhogy most már nagyon meg akarom nézni, tehát attól függet, hogy most még nem kezdek el palántázni, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit látunk benne, és hát az a helyzet, hogy ebben a csomagolásban, hát először is kapunk, úgy látom, egy elég komoly rögzítést, így van. Ez nem a játék kategória, amik eddig voltak. Konkrétan ez egy csigás szerkezet, amin még nem jöttem rá, hogy hogyan kell oldani a zárt, mert ezen szerintem van zár, de lehet, hogy nem, csak húzni kell. Itt van a zár rajta. Meghúzom és állíthatom a csigát, tetszőlegesen. Látjátok? Tehát nem az, hogy nekem kell valami drótot hozzá eszkábálni, hanem van hozzá egy ilyen csigás szerkezet, még egy ugyanilyen csigás szerkezet. Aztán telefonkábel, gondolom abból a célból, hogy szerintem erre több is ráköthető. Nekem az a sanda gyanú. Egy tök normális, jó kis vastag európai kábel. Igen. Külső portot is rá lehet kötni, és azon keresztül is lehet. Nem ismerem, milyen ez, de valamilyen külső RJ kontrollert is rá lehet kötni. És itt van maga a lámpa, aminek van súlya. Tehát kell is hozzá ez a csigás szerkezet, de van súlya. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy amit itt látok belőle, ez igaz volt a weboldalon. Ugye az egyik dolog, amire hivatkoztak, hogy hát nem a szokásos vékony, szírszar lemezből van, és ha összehasonlítjuk mondjuk ezzel, csak így a móka kedvéért, nézzétek meg a két lemezt. Tehát ez a lemez, ez az alul lemez is vastagabb egy picit, mint ez, de alatta még ott van egy hatalmas nagy hővezető lemez.
Tehát tulajdonképpen való igaz az az állítás, hogy hát itt egy jóval vastag terület van. Ráadásul, hogy a tápegység, amíg mondjuk egy ennél rá van ekkorára gyógyítva, de nem is kell, igazániból ehhez a teljesítményhez még akár ez jó is, addig itt valóban van hely a szellőzésre, és hát most a súlyról ne beszéljünk, azt szerintem nem fogok mérleget hozni, figyeljétek meg, ezt leteszem, és ezt leteszem. Értitek a különbséget a kettő között? Tehát még egyszer. Na, igen. Hát, hogy azért azt gondolom, hogy ez lámpajavából. Most a vezetékelésről, tehát azért megint látszik az eltérés, hogy itt milyen vezeték megy, itt milyen vezeték megy. És hát valóban itt lehet, itt van ez a külső dímelő csatlakozási lehetőség, és itt van rajta a tekerő, ami nem egy potméter, hanem ezeknek fix állásai vannak, ez kapcsoló. Talán halljátok is a kapcsolást, figyeljetek? Tehát teljesen korrekt kapcsoló van alatta. Én azt gondolom, hogy szerintem ez elég meggyőző, most már csak be kell dugni, és nézzük meg, hogy mit produkál. Úgyhogy ezt be fogom dugni, mert már rendkívül kíváncsi vagyok. De ha ez úgy világít, és úgy működik, ahogy a kinézete és a súlya alapján ezt gondolom, akkor ezt így láthatatlanba kijelenthetem az eddigi legjobb palánta nevelő lámpám, és az összes többi az innentől fogva nem lesz használatban. Tehát mindjárt megnézzük, tehát most nem akarom még elkiaválni a dolgot. És van kis vakdugó a csatlakozójeg bedugására, tehát ha nem használsz külső dimmelést, akkor ezt bele tudod dugni. Na, ezek azok az ilyen apró finomságok. Hát igen, ehhez azért kell is ez a kötél. Hát, hogy ez azért, ennek van súlya. Ezzel nagyon lehet bárkit vágni. Nem véletlen, hogy árban nem ugyanannyiba kerül, mint ez. Ez tagadhatatlan tény. De ha cserébe végre egy normális növénynevelő lámpa lesz az embernek, akkor én azt mondom, hogy megéri. És most, ha csak nem vassal van feltöltve ez a doboz, ami itt az alján van tápként, akkor erről a tápegységről elhiszem, hogy 150 wattos. Le is mérhetnénk akár, de egyébként nézzük meg az adatokat. Itt is azt írják, hogy 150 watt, és... Nincs külön ráírva áramerősség, de tehát erről a tápról elhiszem, hogy ez tud 150 wattot. Hát akkor én azt mondom, hogy tekerjük le a fényerőt nullára, mert ki is lehet kapcsolni a kapcsolóval, nem az van, hogy kihúzod és nem világít. Na, kérem szépen, eljön az igazság pillanata. Tekerjünk rá egy 25%-ot. Bazd meg! Oké! Okay. Ez világít! Na, most csak így a munka kedvéért. Tegyünk hozzá egy ilyet. Ez 25%-on van. Jó? Bedugom ezt. Ez 100%-on van jelen pillanatban. Vannak ebben mindenféle színűledek, ezt lehet látni, piros, kék, sárga, fehér egyébként. Úgy akarom, hogy mind a kettő látszódjon, hogy így, né? Jó, ez 25%-on van, ez 100%-on. Kezdem föltekerni. Figyeljetek! 50%! 75%! És maximum! Na, hát én már nem látom a kameraképet, tehát a szemem kifolyik. Kicsit is felétek döntöm, hogy lássátok a kettő között az eltérést. Hát... Szerintem varázslatosan látszik a különbség, még ha ezt a kamera nem is adja vissza teljesen, amennyire látjuk a kijelzőre. De mondjuk, ha az asztal megvilágítását nézzük, ez ennyire világítja meg az asztalt, ez ennyire világítja meg az asztalt. Tehát mondjuk ebben a magasságban ezt fölemelem, ebben a magasságban ezt fölemelem, hát
tudj, esélye nincs ennek a kis blöcsnek. Látjátok a kettő között a különbséget? Na, hát kérem szépen. Ez növénynevelő lámpa. Ez oda bassz. Ez kurva jó. És ez a 150 wattos. És még annyit, hogy itt is, tehát komoly kampók vannak ám, várjátok, letekerem. Azt a 700-át. Tehát itt is egyébként rendes kampók vannak, ha megnézitek. Látjátok? Tehát ez... Ez azért kampó. Úgyhogy ez meg fogja tartani, de kell is, mert ennek tényleg van súlya. Tehát ezt nem lehet csak úgy fölcsavarozni, hogy ihaj-tyuhaj, aztán majd föntartja valami szentlélek. Tehát ezt a vékony drótot, amiket ugye eddig használtam ilyen kötöző drótnak, ez nem fog működni. Úgyhogy köszi Vevor, fasza. Ha az a kérdés, hogy ajánlom a bárkinek is ezt a növényelő lámpát, hát szerintem a röhögésemből kiderült, hogy igen. Tehát, hogy azért ez már egy igaz, tehát ez rendes, tehát el kell felejteni ezeket a bohóckodásokat ezekkel a vackokkal. Nem mondom, hogy nem lehet ezekkel egyébként élni, de hát végig fölé kellett raknom a sok kis palántának, mindegyik fölé egyet jó közel, hogy legyen valami fény. Hát ennek van annyi fénye, hogy gyakorlatilag ezzel az egyel le fogom tudni fedni az összes palántanevelő által eddig kibocsájtott fényt, én azt gondolom. Úgyhogy, mivel egyébként teljesen jól működik a többi palántanevelő is, csak nem ez a kategória, így a YouTube csatornatagok között, majd beírom a csatornatagoknak, akik ugye eddig is támogatták a csatornát pénzzel, a csatornatagoknak beírom a lehetőséget, aki kéri, annak küldök Foxposton ezek közül bármelyiket, amik megvoltak a régiek. Nem az újat, az új az megmarad nekem. A régieket bármelyiket elküldöm, akár többet is, hogyha valaki szeretné. Mert egyébként, hogyha csak egy-két palántája van, tehát kifér alá, akkor most jól működik, meg ha tőle megkapja ingyen, arra jó. De ha most valaki vásárláson töri a fejét, akkor én azt mondom, hogy ez szerintem melegen ajánlott, úgyhogy kuponkód videó alatt, meg a link, és hát búcsúzom, még egyszer belevilágítok az agyatokba ezzel a lámpával. Figyeljetek! Puty! 25! Puty! 50! Hát mondjuk ezt a kamera úgyis lehúzza, de gyakorlatilag így na és akkor végezetül, hát ez ugye szabad szemmel nem villog, ez ugye a hálózati 50 Hz miatt látszik villogónak a telefonban, mert valójában villog, csak a szem tehetetlensége miatt nem látszódik, de ilyen nagy a fényerő különbsége ennek a lámpának, tehát ez így azért ilyen villogós, azért ez valójában. Nem tudom, ez mennyire zavarja egyébként a növényeket, de ha megnézzük például ez a lámpa is, hát igencsak látszik, hogy villog, és hát ez a lámpa is szó, kevésbé villog, mint ez. Ez nagyon villog. De azért ez a lámpa is látszik, hogy hullámzik. Jó, rosszat húztam ki. Ezt kell kihúzni. Ha megnézzük ezt a lámpát, hát... Ez nem villog, de hát ugye ennek lófik a fénye. Tehát ez nem egy művészet, hogy ez nem villogjon. És ha megnézzük a Vevor-féle lámpát, hát bizony, ez sem villog. Tehát itt azért a tápegységre is adtak egy picikét, tehát igényes a tápja, és hát valószínűleg ki van pufferelve, hogy ne legyen akkora, tehát ezt a hullámzást kicsillapítsa, és emiatt például, hogyha te egy helységben vagy a palántanevelő lámpáddal, hát nagyon nem mindegy, hogy bár nem látod a villogást, de egyébként fárasztó hosszú távon, hogyha villog a lámpa, na ez nem villog, tehát mondjuk ez is egy szempont, hogyha egy térben vagy vele, ezt még csak így en passant a végére ide teszem még egy plusz jó pontként, úgyhogy hát mindenképpen ez itt a legjobb az eddigiekből, de én most már semmit nem látok, mert belenéztem ebbe a lámpába.